Köszöntök mindenkit! Ez itt a One More Game és az igazi IC Challenge-nek a 24. epizódja. És hölgyeim és uraim, hol jártunk előzőekben? Volt egy mentőkabinunk, amit nem fogok természetesen felvenni, mert eléggé messzi van, odakint pedig mínusz 100 fok van, úgyhogy Wolfi gyakorlatilag csatlakozhatna is hozzánk, hogyha megnézzük, 63 éves űr menekült, és hát siketsége van, koszorúér elzáródása van, annyira nem értékes így számunkra, számomra szükségletei. Egyébként nagyban tehetséges, ezzel kompenzál a játék, hogy az idős kolonistáknak ad néhány ilyen tehetségjelzőt, illetve magas értékeket. Szívós, nőgyűlölő, kocogó, mennyire jól jönne egyébként, hogy így az egyetlen egy nem pszichopata kolonistámat így gyűlöli azért, mert né, faj. Bár mondjuk lehet, hogy haverok lennének doggal, na, mindegy. Az előző részben volt egy ilyen lájtos beszakadásunk egy Solar Flare-rel egybe kötve, remélem, hogy túlságosan sokat nem fogok kapni a játék következő stádiumára, és már néhány fát be kell szerezni, kisebb mennyiségű fát be kell szerezni, mert 88 darab van, számítok így a vegyes kereskedőre, hogy meg fog minket ajándékozni. Kaptunk egy kis koka levelet, amit majd krekké fogunk alakítani, és ebből fogunk pénzt csinálni, mert mondtam az előzőekben, ezt el tudjuk adni elméletileg 8,87 ezüstért, míg a kokaint el tudjuk adni 10,50 ezüstért, és ugye a crack az fele annyi alapanyagot emész fel, tehát mindenféleképpen ez van előnyben, ez van előtérben. Nos, miket fogunk csinálni? A mai részben megpróbálom kiegészíteni talán egy-két elemmel, két akkumulátorral a kolóniámat, hogy az eltárolt energiakapacitásunk a lehető legtöbb legyen, illetve a védelmi vonalunkat befejezzük itt ezeken a pontokon, és felépítem mind a négy robotágyút, minimális homokzsákot fogok elé rakni, hogyha jön esetleg valami fenyegetés, ami itt szeretne bejönni, akkor szembe találkozzon így a tűzerővel, és azt a vasat, amit belepakolunk, azt majd megpróbálok kompenzálni a játék alatt. Amennyi még van ebből a részből, a kutatást, hogyha figyelembe vesszük, akkor itt már az űrhajó alapokat, igen, az űrhajó alapokat kutatjuk, most aktuálisan nincs bekapcsolva a kutató elem, amit természetesen pótolni fogok, és ki fogom egészíteni még egy hidroponikus ágyással így a rendszert, és elkezdek valamilyen pénzt hozó növényt, mondjuk pontosan kokaint termeszteni, koka leveleket termeszteni rajta. Hogyha a termelést megnézzük, akkor ez egyetlen egy alkat részt használ fel, amit szerintem le is fogok ide pakolni. A hőmérséklet az adott, itt más fogok csinálni, és ami az egyik legfontosabb, mit csináljunk ezekkel a csibikkel? Ugye a dog most viszi a rist ide a tyúkoknak, kettő kakasunk van, és egy darab tyúkunk, és itt van már egy tojás, ami abszolút jó, 5,6 nap múlva megromlik, nem hűtött, hőmérséklet miatt megromlott, tehát ezt én itt le is fogom x-elni, ez egy pulyka tojás, bár mondjuk nem is rakjuk egybe, itt meg a tyúk tojások vannak, hogyha jól emlékszem, állati termékek, tojás megtermékenyét, tehát igen, nincs ez szűrő, hogy milyen tojás, de van szűrő, hogy ne lenne szűrő, ohohoho, itt csak tyúk tojás legyen, és ezt pedig nem hiszem, hogy fel tudjuk használni. Friss, mondjuk. Mármint úgy romlott meg, hogy nem volt melegítve, viszont egy finom ételt ezáltal tudunk készíteni. Hogyha én a finom ételt választom, egyet csináljunk, és itt a beállításoknál a zöldségek közül azt mondom, hogy kizárólag a rist használjuk fel, tehát itt mindent kikszelek, állati húsokat egyáltalán nem, és állati termékeknél a hát meddő tojást, megtermékenyített tojást, nem tejet sem. Azt mondja, hogy meddő tojás, vagy pedig a megtermékenyített pulyka tojás, ez legyen az, amit fel fogunk használni, a meddő tojás pedig kiikszelem, bezárom, és ez lesz, ez a finom étel készítés lesz. Ezt át tudom nevezni? Nem tudom átnevezni. Azt hiszem. Ez a finom étel készítés lesz az, ami a tojást felhasználja. Megnézzük, hogy ez így működik-e, valamint az, hogy Szerának hogy áll a kapacitása. Aktuálisan most sakkozik ezzel az alpaka gyapjú törzsi ruházattal. Ugye az nem probléma. Viszont csibék! Tényleg ezt akartam mondani. Itt van nekünk egy mészárszékünk, és szükségünk lesz nekünk egy acélalvó kosárra, és itt a hím csibéknél tudunk olyat csinálni, ami műtét és eutanázia. Na most, rendelkezésünkre áll 55 gyógygyökér, ezt is tudunk termeszteni, majd lehet, hogy fogok egy hidroponikus ágyáson, hogyha ez az egész már gyakorlatilag üvegház lesz, az lesz a legjobb így a játék folyamán, de majd meglátjuk. Valószínűleg egy gyógygyökeret felhasználunk, és le fog feküdni mindenki csibe, hogy a műtétet végrehajtjuk, és dognál
megnézzük, hogy dogdál a gyógyítás aktuálisan nulla. 1000 kell a fejlődéshez. És hogyha ezeknél a csibéknél, mivel nincsen a hím csibékre szükségem, ezért eutanáziát hajtok végre mind a kettőn. Kakas, hím csibe 2, itt is eutanázia. És dogot fogom megkérni rá, ne pakoljál, barátom. Vigyük a műtőbe ezt a csibét. Igen. És műtsd meg. Na várjunk, oké. Áttekintés, ne használjunk semmilyen gyógyszert. És mi lenne, hogyha nem használnánk ilyet? Csak gyógygyökérrel lehet az eutanáziát végrehajtani. Oké. Jó, hát megnézzük, hogy mennyit kap. Az eutanázia így is úgy is halállal fog végződni, és egy gyógygyökér segítségével átsegítjük a túlvilágra ezt a szerencsétlen csibét. És megy itt a mészárlás, azt követően pedig itt a mészárszéken mind a kettő állatot szét fogjuk szedni. Amint megvagyunk, kicsit megpörgetem az időt, szerre addig sakkozik. Oké, okay. Hímcsibe meghalt, az nem probléma, és megnézzük karakterünket, hogy a gyógyítása 990. És jön a kérdés, hogy miért? Azért dolgot fogom használni így a hímcsibéknek a túlvilágra való átsegítésében. Műtét. Egyből. Mert Szerának a gyógyítása az 7-es. Tehetséges benne, lehet, hogy egyet-kettőt ő is meg fog csinálni, csak azért, hogy a pontértéke növekedjen. Viszont mi van akkor, hogyha Szera sérül meg, és Dognak kell valamilyen életmentő műtétet csinálni? Tehát én az elképzeléseim alapján nagyjából olyan 5-re akarom felfejleszteni ezt a tulajdonságát, és majd figyelembe kell vennem mindenféleképpen azt, hogy legyen elég gyógygyökerem, amit felhasználok. Navamész, építi ezt a homokkő falat, hibátlan. De először ezt a négyet építsük fel. Én azt javaslom. Oké. Okay. A pesti szerencsére elmúlt. Hímcsébe meghalt. Nagyszerű. És a tojást pedig elvisszük ebbe a pozícióba is. Ez egy megtermékenyített keltetési stádium 1,4%. Vagy jön a következő tojásunk is, ami hamarabb jelenik meg. És ugye akkor átlagot fog vonni a kettő tojás keltetési stádiuma. Mi lesz a további célunk, hölgyeim és uraim? Mindenféleképpen szeretném legalábbis ezt az oldalt, vagy lehet, hogy ezt az oldalt is, dupla fallal ellátni így a lakóövezetet, így a fűtés az jobb lesz, a szigetelés az jobb lesz. Tehát nem kell annyi radiátort üzemeltetnünk, az mindenféleképpen előrelépés lesz a mi részünkről. És cipeljük az acélt méghozzá a hidroponikus ágyáshoz, az úgy nekünk nagyon jó. És Szerra végre a haláljárónkat, a gyilokjárót be fogja fejezni. És mint ahogy látjátok itt a rajzon, így próbálom meg kialakítani. És ez a csali. A palazsámoly jó minőségben a csali. És jött a kérdés, hogy akarok-e ide ajtót? Nem akarok. Azért, mert erről az oldalról, hogy úgy döntenek, hogy az ajtót verik át, akkor nem igazán van védelmem, és nem akarok itt is problémát, itt ki fognak menni, és minimális időt fogok veszíteni, de remélhetőleg a közeljövőben szert tudok tenni egy olyan mesterlövész puskára, ami már abszolút használható. Ugye, srácok, lányok, dióhéjba ennyit, hogy hol állunk és hogy mit fogunk csinálni, ide majd egy nehéz robotágyút szeretnék lepakolni a biztonsági fülnél, ami pedig itt van, de ez eléggé sok alapanyagot emészt fel, és jó lenne nem elpocsékolni, hanem a lehető leggyorsabban elhagyni a bolygót, és egy 3 mentőkapszulás szállítmány érkezik, ami gyíkbört. Így van, 79 gyíkbört adományoz nekünk. Szerete, hogy állsz? Állatot bont? Szerintem azzal... azt abszolút megcsinálhatjuk. Azt követően elmegyünk majd a gyíkbőrért, lepakoltuk a húst. 3 darabot kapunk. Oké, ezt gyorsan felépítjük. És te, barátom, kokacserjét 6-os szint kell hozzá, gyógygyökér, ez pedig 8. Elegendő gyógygyökerünk van, úgyhogy az nem lesz problémás. Igen, ott működünk, oké. Okay. Azt követően pedig el fogjuk ültetni ezeket a gyógygyökereket. Oké. Okay. Jó, oké, okay. Dogi passzívan így elment érte. Na, akkor nézzük. Akkor gyorsan karavánt alakítunk, Dog lesz, aki a karavánon lesz, útvonalat kiválasztjuk, oda fogunk menni, elfogadjuk és jóvá hagyjuk is. Dog, barátom, te ezt karavánra ragd, karavánra ragd, karavánra, karavánra, és ezt pedig a P segítségével elcipeljük. Oké, okay. Mindent összeszerünk, állat szétbontása végrehajtva, nagyszerű, így 6 darab húsunk lett. Úgy emlékeztem, hogy ez több, de kettő csibe után kapunk gyakorlatilag egy finom ételt. Ez nem rossz alapvetően,
de azt hittem, hogy ez jóval több. Okay. Na, elegendő salakunk van itt a környéken, ugye? Dog meg is érkezett pakkal, és vissza is vonjuk, amint megérkezik. Így a karavánt, okay, le is pakolhatjuk. A bőrből pedig csináltunk sapkákat, a sapkákat pedig el fogjuk adni, és remélhetőleg egészen jó mennyiséget tudunk összeszedni. Oké, el is kezdünk főzni. Nagyszerű. Hölgyeim és uraim, ilyen szinten vagyunk. Remélem, hogy a mostani epizódban lesz lehetőségünk így visszavonni azt, amit egyszer már akartam. Így. Na. Oké. Majd körbeveszek őket normális, hogy robbanási zónán kívül legyen, esetleg felrobban. Bár megnézem, hogy... Ha tönkre megy felrobban, ott is van. Oké, jó, nem kockáztatunk. Remélem, hogy a mostani részben is sikerül előrébb lépnünk jóval, úgyhogy a mostani epizódhoz mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok! Természetes környezetben egy teljesen átlagos jelenség, viszont itt van, hölgyeim és uraim, egy sarki nyúl! Egy sarki nyúl! Ez az egyetlen egy sarki nyúl van, meg lelőjük. Lelőjük. Oké, okay. Gyere ide, aranyom. Bár gyorsabbnak tűnik, mint amilyenek mi vagyunk, ugye? 5,7, mi pedig, nem. 3,75. Nem, oké, okay. Jó. Hát hagyjuk, hogy elmeneküljön ez a sarki nyúl, srácok, lányok. Nem tudom, hogy valójában hogy a francba került ide. Hát, ha megfagy. Mennyi húst ad? 24-et. Az, egy nyúl. Egy sarki nyúl 24-et. Na lássuk. Nem. Jól szigetel a bundája. Nem tudom, hogy tévedt ide 114 fokba. Csak annyit láttam, hogy valami mászik odakint. Marom úristen, mi a franc lehet az? Erős kihűlés. És ennyi is volt. És hiába kattintuk a vadvilágra, nincs semmi, ami elérhető lenne itt. Na, srácok, lányok, szeptember 4-e van. Hajnal 5 óra. És a kokacserje 51%-on van, tehát ez egy eléggé hosszú történet lesz, függetlenül attól, hogy 280%-os növekedési sebességet képes produkálni így a hidroponikus ágyás. És hát ezt úgy csináljuk most, hogy megéri, mert megéri. Körülbelül ennyi lesz a történet. Valószínűleg dolgot kiveszem majd innen, hogy más feladatot végezzen, de szerra minden mást abszolút ellát. Itt maradt még 2 darab kokacserjénk, 19 cracket gyártottam ebből a mennyiségből, és valószínűleg elkezdek majd itt sapkákat varni. Ezekből a bőrökből, amit nem kell, fércelt bőrből például, itt is rengeteg fércelt bőr van. Sapkákat gyártok, vagy pedig óriás, vagy pedig kabátokat. Téri kabátot. Lehet, hogy az sem lenne rossz. 11 kajánk van. Oké, azt összepárosítottuk, és elvisszük a maradék rizst. És szerintem a mai nap folyamán már learatható az a rizsmennyiség, ami itt található. Úgyhogy elkezdünk szerintem most téri kabátokat készíteni, aminek 80 a hozzávaló igénye. 80 alapanyag, viszont a sapkákból több jó vagy annál jobb minőség születik. Azt lehet, hogy drágábban el tudom adni. Volt egy ilyen kis gondolatmenet vezérlés így az elmúlt részebe, hogy melyik éri megtalálni jobban, és lehet, hogy a sapkákat fogom szövet, ördöz, mufalógy, éperszövet, sapka, akkor nem. Térikabát sem le... Itt van bőrök. Sapka, bőrsapka, nem lehet bőrsapkát csinálni. Ez nem jó. Viszont lehet, esetleg kemény cowboy kalap. A cowboy kalap. Így is van, ebből lehet bőr, és 25 a hozzávalója, 30 munka mennyiségkel. Megnézzük, hogy a cowboy kalap mennyiért kell el, hogyha én azt mondom, nagyon kevés cowboy kalapot látunk ezen a térségen, azt ugye meg kell hagyni. Mi lenne, hogyha a fércelt bőrből próbálkoznánk, abban van 150 elefántbőrünk is van, csincsillabőr is van. Tehát ez igazán nagy egzotikumnak számítana. What? Okay. Hirtelen olyan dologból csináltuk, amiből nem nagyon kellett volna. Így is van, a gyapjuk is ki vannak pipálva. Oké, okay, ja. Na, akkor fércelt bőrből, barátom, jó? Gyorsan megpörgetjük ezt a dolgot. És megnézzük, hogy... Eléggé lassan megyünk fölfele. Karakterünknek a kézművessége az 9-es.
És ezért is nagyon-nagyon jó ez az asztal, mert több idő lesz pörögni így ennek a történetnek. Első cowboy kalap. Egy normál minőségű született a fércelt bőrből, ezt 43-ért tudjuk eladni. És megnézzünk mondjuk egy normál minőségű pólót. Óriás lajhár gyapjú póló, ez drágább lesz 113-ért, ezt pedig, mint ahogy mondtam, 43-ért. Jó, de ez gyapjú, valami nem gyapjú kellene. Szövet póló az borzalmas minőségű. Eladtam szerintem mindent, amit eladhattam. Úgyhogy, hát ebből csinálunk egy párat. Téli kabátot azt hiszem, hogy bőrből, megnézem, hogy lehet-e. Lehet, igen. 80 hozzávaló, úgyhogy, hát akkor lehet, hogy a bőröket is belevesszük. Csinálunk téli kabátot, és a fennmaradból pedig csinálunk egyebet. Mert itt tevesz, az nem, szört nem fogjuk használni. Ufaló gyapjút használhatnánk, és elefánt bőr és fércelt bőr, amiből csináljuk. Úgyhogy következő az a fércelt bőr lesz, és hamarosan le is aratatjuk a rist. Úgyhogy nagyon meglepődtem, srácok, lányok, ezen a nyulon eltévedt valószínűleg. Nem is akart valójában erre jönni, lehet, hogy a hegyvidéknél hegyvidék felett tartott, csak éppen átszelt ezt a részt. Úgy néz ki, a játék szórakozik velem, mert a második keltetésre is 2 darab hím csibét kaptunk, ami zseniális. Úgy látszik, a játék nem akarja, hogy itt csirketenyészet legyen. Úgyhogy mind a kettő hím csibe megkapja az eutanáziát, ami ilyenkor jár neki, és meg is kérjük akkor dogot, hogy járjon el az ügyel kapcsolatban, és egy kis gyógyukert felhasználásával hajtsa végre ezt az eutanáziát. Én nem értem, gyerekek. Hímcsibe meghalt. Igen, tudom, az volt a cél. Ezt is. És a karakterünknek gyógyítása 1-es. Így is van. Nagyon örülök, hogy ezt még nem vették ki a játékból. Lehet, hogy nem használták sokan, de szerintem indokolatlanul erős. Ugye itt a gyógyukér, amit fel kell használni ebben az esetben, ez az, ami megnehezíti a dolgot, hogy ez a gyógyukér kell ahhoz, hogy végrehajtsuk ezt a műtétet. De hát így a csirkékkel csak az időt kell bele fektetnünk brutálisan, és tudunk azért nem kis gyógyítást összehozni. De már itt van a következő tojás, és alig várom, hogy ez is hím csibe legyen. Fantasztikus lesz, és egy fércelt bőr téli kabát készült, ami 186-ért eladható. Az nem rossz, szerintem egy olyan 40-ért el is fogom tudni adni. Szerintem. Szociális képességünk nem igazán nőhet, mert a karakterek nem tudnak úgy egymással kommunikálni, hogy a szociális képesség nőjön, ami eléggé bosszantó, de itt 2 állat szétbontását szépen parancsba adok Szerának, miután azokat a patkóknak a dobálása befejezte. Egy napfogyatkozással lettünk gazdagabbak, ami annyira nem éri minket, mert nem használunk napelemeket, hanem csak szélerőműveket. Úgyhogy semmilyen problémánk nincs ezzel kapcsolatban, acélunk az rendesen van még. És amit akartam csinálni, srácok, lányok, itt a biztonságnál, természetesen az acélhomok. Oké, állat szétbontása végrehajtva. Az acélhomoknak a lepakolása, és ide is szeretnék. Nem tudom, hogy mennyiben járul hozzá. A robotágyuk robbanásakor ez a homokzsák, de remélem, hogy valamennyire hozzájárul. És körbe is fogom pakolni az egészet. Amint 98... betakarításra kész, azt akarom megnézni. Így is van. Így is van. Oké. Okay. Jó. És el is kezdtük a betakarítást, és egy olyan dolgot fogok csinálni, hogy míg Sarah betakarít, doga pedig elkezdek ültetni. Ami gyakorlatilag nem lehet sikertelen, de mégis növelem vele a karakternek a tulajdonságait. Úgyhogy így lesz egy újabb alternatívám a kertészetre. Szépen így utána megyünk Szárának, és jóval hamarabb el lesznek ültetve ezek a növények, ami szintén egy hatalmas nagy segítség. Vetés, vetés, ez is, meg ezen a 4-en még végig megyünk. Így, úristen, de sötét lett a játék. Jó, szerintem mire Dog ezt végig veti, Szára is végez, és elkezdi ugyanúgy vetni azt a zónát. Közben is csinálja, oké. Okay. Közben is csinálta, és megnézzük, hogy lesz-e olyan zóna, amit nem vetünk el? Kész! Oké! Okay. Nagyszerű. Dog, pihen, kajál egy kicsit, aztán... Szórakozik, mivel szórakozik? Sakkozik. Ő is sakkozik. Aztán lefekszik szépen aludni. És elég nagy rizs mennyiségünk van itt a felhalmozva, srácok, lányok, ami mindig jó. Esetlegesen eladhatjuk az ételeket is, de én azt mondom, hogy... Kalóz kereskedő!
Oké. Na lássuk. Szövetség. What? Szövetség partnerek néven is. Oké, jó. Jó. Kalosz, ott is volt Kalosz kereskedő. Na lássuk, hogy mit kíván a Kalosz kereskedő, illetve az, hogy hol van a... Oké. Jó. Lássuk az árakat. Nem hiszem, hogy meg tudjuk venni. Jeges medve, azt a kutya fáját. Mit csinál a jeges medve? Zöldség, nyárhús, tetem, mag, állati eredetű étel, feldolgozott étel, alkohol, száraz táp. Hát tetemből van egy pár, egész hűtőt tudunk kialakítani neki, de nem fogjuk megvenni, mert mínusz 55 fokot bír, egészen gyorsan mozog, és a sebzése 5,36, az szép. Az abszolút szép. Na lássuk, miket tudok? El tudom adni neki a cracket. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. 21-ért tudom megvenni, és jóval olcsóbban tudom eladni, ez természetes. Úgyhogy... Mielőtt nagyban megtörténne itt a kereskedelem, megkeresem szépen az orbitális jeladómat, amit... mert lehet, hogy itt van valahol. Nem, ott nincs. Itt van az orbitális jeladó, oké. Áttelepítjük... ide. Oké. Akkor ezt gyorsan csináljuk meg. Átpakoljuk. Itt maradt még egy kis rizs, ami nem probléma. És azt követően visszalépünk ide. Így. És a Kalosz kereskedőtől megkérdezzük, hogy mennyire vásárolsz tőlünk ilyen finomságot? 7,22-ért. Az eléggé sovány. Na mindegy, mindent itt eladunk, ami van. Gyógyszert is szívesen vásárolna tőlünk. De azt nem fogjuk eladni. Alkatrész az van nála viszont 10. Ezt valószínűleg megvesszük. Mert alkatrészből most eléggé ki vagyunk fogyva. Bionikus láb, szív. Egyébként ezek még nagyon-nagyon jók. Előkarom az annyira nem kell nekünk. És fegyverzet, ami nála van, vadászpuska, hát az se annyira fejlett alkatrész, pedig nincs aranyat, én tudnék neki eladni. De nem fogok. De nem fogok. Ja, ezeket tudom eladni? Oké. Silány vadászpuska. Ezen még gondolkozunk. Egyelőre 150 ezüst előnyben vagyunk. És megnézzük, hogy kiket nem tudunk megvenni, srácok, lányok, csak hogy fájlítsuk a szívünket. Kezdjük az evangélistánál, akinek az egészsége az tökéletes. Az tökéletes. Barlangi, gyáva, szuper immunis, földműves, gondozásban tehetséges és szociális képességei is kiemelkedőek. Mindenre képes, és amúgy ez egy jó kolonista. Amúgy ez jó. Bányászata 5-ös. Lövészeten elmondom, hogy egy kicsit probléma, de a földművelés 8-assal tehermentesíteni tudna minket. Férfi rabszolga. Ez amúgy nem rossz, ez elgondolkodtatott. 1500-at valahonnan össze kellene kaparnunk. Ami problémás. Ami nagyon problémás jelenlegi helyzetben. Nem hiszem, hogy van 1500 ezüstünk, amit így ki tudnánk dobni. De nézzük a toborzót, hogy ki a következő, az egészsége. Egy szúrásság van rajta, legyengült a mozgás a 6%-kal, ami annyira nem jó. De láttunk már megoldható történetet. Ápolásra képtelen, pszichopata és protézisfóbiás. Szociális 11-es van, meg közelharc 10. Nem értem, hogy miért ér ennyit ez az ember. Nem. Egyáltalán nem értem. Miért drágább? Mennyivel? Ráadásul sokkal drágább. Sokkal, több mint 150-nel. Na mindegy. Jerber, a kém. Lássuk az egészsége. Harapásság van, egy kis fájdalma van, 1%. A karakterünk pedig... igen. Szellemi munkára képtelen, ami nem is kellene ide. Tunya. A munkatempója jóval lassabb. Pszichotikusan túlérzékeny. Ez viszont már probléma, de a lövészetben jó, közelharcban jó, építésben jó, bányászatban jó, művészet, gyógyítás, szociális, hát nem rossz. Elrabolt volt a gyerekkora, és kém volt felnőtt korában. Na. Akkor. Álljon meg a menet. Lehet, hogy egy embert magunkhoz fogunk csapni. Á, nem. Nagyon jó lenne, de ez miért nem megy? Gondolom ezt javítottuk meg. Lehet, hogy veszünk néhány alkatrész, srácok, lányok, egy ilyen kompromisszum döntésként, mert itt nagyon-nagyon kevés eszköz van, amit tudnánk értékesíteni. Hát végül is itt van egy vadászpuska, és itt van még egy vadászpuska, tehát ezeket eladhatnánk.
ezeket simán eladhatok. Úgyhogy szerintem pénzt fogom belőle csinálni, és itt a raktárhelyiségünket kiegészítjük eddig. Látjuk az egészet? Hogy ne látnánk? Hogy ne. És megmondjuk, hogy ezt itt... ezt itt szépen visszavonjuk, itt a körzetet. Oké. Okay. Ezt is, és ezt is. Ez pedig itt marad raktár. Ezt a három eszközt oda visszük, és kereskedünk. Elcipeljük, elcipeljük, és elcipeljük. Oké. Okay. Itt is van egy normál forgótáros pisztoly. Amit szintén pakolhatunk. Ide, így. Oké. Okay. Akkor még nem használjuk, ott szépen töröljük azt a zónát. Így. És itt pedig visszapakoljuk a zónát. És miután ezt elcipeltük, ezt is cipeljük. Remélem, hogy annyi ideig itt marad még ez a kereskedő, hogy megvárja, amíg a fegyvereket így ide pakoljuk. Mert ezeket el szeretném adni. Molotov koktél kell, meg talán a sörétest fogjuk itt hagyni. Oké, okay, jók vagyunk. Megeszi ezt egyszerű étel, majd ezután a barátom. Normál könnyű géppisztoly. Amúgy ezen is elgondolkoztam. Egyébként sorozat 3, hatótáv 20, bár ez eléggé közelre. Szerintem a vadász puska jobb. Talán a normál sörétes puskát fogjuk bent hagyni. Oké, okay, na akkor van nálunk egyszer egy, ami 5, illetve... Ja igen, azért mert ez rosszabb minőség. Ezt pedig megvesszük 150-ért. Valamint itt akkor a normál... Normál sörétes puskát bent hagyjuk. És egy Molotov koktélt is el tudunk adni, what? Fent is van egy Molotov koktél? Kettő nekem nem kell. Repesz gránátból van 2. Repesz mellé normál. Azt meghagyom, pedig nagyon értékes. Ezt a két gránátot ezt eladom. A Molotov koktélt még nem. Ezt igen, 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 igen. Igen. Sörétes puska, ezt egyért, ezeket nem adom el. Ezeket szét fogom szedni. Ezekből vasat készítek. És van 297 ezüstünk. Plusz még ugye 283, tehát így ennyit tudtunk most összehozni. Ami nem sok, de kevés. Viszont tudunk vásárolni mennyit? Minusz 200. Elfogadjuk. Nagyszerű. És azt követően pedig csinálunk némi kaját. Ennünk kell, aztán meg aludnunk, de vagy kettőt gyorsan legyártok. Oké, okay, köszönöm. Három darab van. Nagyszerű. És pihenünk is. És pszichotikus nyugalom ajándékozza meg Serrát, a nőnemű gyarmatost. Ami azért egészen kellemes. Az előző rész az nagyon brutális volt, srácok, lányok, és azt mondja a játék, hogy jó, oké, okay, akkor nem leszek annyira szemét. Itt is van a Molotov koktél. De nem baj az, hogyha van kettő. Egyáltalán. Barátom, azt te hozd be. Így is van. És stabilizálódtunk az elektromos tárgyak javítása terén. Aminek én mindenféleképpen örülök. Érkezett hölgyeim és uraim egy mentőkabin, ami ide be az arcomba zuhant le. És Omega, aki egy látnok, jött itt, hogy 33 éves férfi űrmenekült. És 11 óra múlva meghal, szerintem az egészen valószínű lesz. Fájdalom sok, karakterünk pedig egy művész. Barlangi és kedves, egyszerű munkára képtelen. De karaván tud alakítani. Gyereksztár, takarítás, cipekedés letiltva. Bányász és szociális. A takarítás cipekedéssel az a problémám, hogy... Barlangi és kedves, de ellenséges. Southeastern Sephor Finlior tagja. Minusz 69 fok. Igen, milyen ruha van rajtad, barátom? Bőr, szövet, ördög. Minusz 28 és 30 fok. Hát nem erre a szférára lettél kitalálva, gyerek. Hát... nem vagyok benne biztos, hogy meg tudjuk törni. Harmadik kolonista. Itt a tyúkokat, azokat bánthatja. Szóval ez az, ami hatalmas tök para. De valószínűleg megpróbálom elfogni és stabilizálni az életét. És a fegyvereket meg berakom ide. Berakom ide. És remélem, hogy nem fog kiszabadulni. Remélem, hogy hálás lesz. Nagyon remélem. Nagyon remélem.
áttelepítjük oda, és itt van egy acél normál ágy, ezt is telepítjük ide. És a kokacsárjét learattuk, srácok, lányok, így 25 darab kokalevél jött ebből a 4 mezőből, ami azt jelenti, hogy tudom belőle csinálni 6-ot. 6-ot, ami 80 ezüst. Ami nem sok, de 80 ezüst. Szóval az nem is olyan borzalmas. Oké, na akkor ezt cipeljük el, dog. Ezt cipeljük el, remélem, hogy nem fogom megbánni. Eddig volt olyan támadás, amit megbántam. Remélem, hogy nem fog a történelem megismételni. Nem fog megismétlődni a történelem, azt akartam mondani. Oké, oda lepakoljuk, és ez a rész a foglyoknak legyen fenntartva. És elfogjuk Omegát, a látnokot. Majd fel kellene öltöztetni normálisan, vagy valahogy plusz fokot csinálni abba a zugba. De lehet, hogy kell még majd készítenünk még egy radiátort. Oké. 58, 59, csökken a hő... Na jó, oké, nő a hőmérséklet. Na gyere, Omega! A kuruzsló! A szerra. Oké. Ellátjuk a sérüléseit Omegának, és remélem, miután talpra áll, nem fog egyből megtámadni minket, és azt mondom, hogy Omegát hogyan tudjuk ellátni? Az egy nagyon-nagyon jó kérdés lesz. 10 óra múlva meghal, bal vál, jobb kéz. Ez amúgy eléggé kemény parti lehetett. 24%-ban van kihőve. Nem, gyógygyökérrel fogjuk meggyógyítani. Mert hogyha megint az lesz, hogy fogja magát, aztán elsétál, mert úgy gondolja, hogy az mekkora király ötlet, és félúton meghal, és én belefetszoltam ebbe a szerencsétlenbe gyógyszereket, azt meg fogod bánni. Bár inkább egy kalózra pocsékolom a gyógyszereimet, mint a csirkékre, az eutanáziára. Mondjuk így is van még belőle 47. Az mondjuk, hogy egészen jó lesz. Na lássuk, hogy sikerülnek a műtétek. Az első az 29%-os lett, ami nem rossz. 33% hatékonysága van. A második az 30%, az úgy egészen jó. Fájdalom, hatékonyság 33%, hatékonyság 11%, jobb kéz. Van még itt egy zúzódás, egy harapás heg, amit nem tudunk, de van egy jobb combcsont repedés. Na barátom, te most már fogoly vagy. Ellenállás megtörése. És a beosztásoknál ki az, aki felügyelő. Szerra mindenféleképpen kettes legyen, és most már foglalkozzunk Omegával, mert plusz egy kéz lesz itt, és egyébként művészteltség földművelése nulla, ugyanúgy, mint Dognak, de Szerrának akkor csak az aratással kell foglalkozni, de a gondozása az 4-es. Az amúgy nem rossz. A bányászata meg 7-es. Tehát, hogyha sikerül megcsinálnunk normálisan, akkor is, ha ugye itt marad, Omega össze tudja szedni ezeket az ezüstelléreket, ezeket a tömörített acél tömböket, illetve ezeket az alkatrészeket, tömörített alkatrészeket, amiket többféleképpen meg lehet oldani, srácok, lányok. Az egyik általam is elképzelt dolog az az, hogy egy épületet húzunk technikailag, jelekkel mutatom, hogy valaki elkezdi építeni. Egy épületet rakunk, mondjuk itt lesz egy ajtó, és gyakorlatilag így a közepét, hogyha itt lesz mondjuk egy ajtó, akkor itt a közepét ki tudjuk bányászni úgy, hogyha rakunk ide egy akkumulátort, meg egy radiátort, akkor itt a bányászatot tudjuk csinálni. Szerintem ez annyira nem éri meg, mert alapanyagot veszítünk, és inkább megvárjuk a jó időt annak érdekében, hogy tudjunk valamit csinálni. Na, srácok, lányok, megnézzük, hogy lesz-e valami rendetlenség még a mostani részben, hogy egy picit tovább fog tartani, mint ahogy szokott. Az igazság az, hogy virgás nem történt, de jött még egy mentőkabin, és egy férfi űr menekült, még egy, van a kuruzsló, és Szerra is kuruzsló, kinek az egészsége 8 óra múlva meghalt, tehát elég sok vért veszített, és lehet, hogy őt is meggyógyítjuk. Lehet, hogy őt is meg fogjuk gyógyítani, mert közelharcos, a főzése 7-es, tehát főzésben tud nekünk segíteni, a földművelés lehet fejleszteni, és szociálisan 8-as, míg Szerrának csak 5-ös. Tehát jobb árakat tudunk kicsikarni, így a kereskedőktől, mint eddig. De egyébként minden másban elhanyagolható,
Viszont, ha összehasonlítjuk Scrogant Omegával, akkor neki itt a művészeti értéke, ez eléggé jó ez a 8-as. 7-es bányászat szintén nagyon hasznos. És csak egyel kevesebb a szociális. Én Omegára szavazok. Omegára. De Omega nem biztos, hogy csatlakozni fog hozzánk. De ő az egyszerű munkára képtelen. Varen, ő viszont mindenre képes. És Varen ezáltal lehet, hogy jobb lesz. Ja, illetve gyorsan tanuló, tehát plusz a tanulási képessége 75%-os. Tehát ezek itt jóval gyorsabban fognak nőni. Mondjuk a főzés az, ami Isten igazából nőhet. Művészete is nőhet, de nincs annyi alapanyag, hogy ezt nagyon-nagyon tudjuk kamatoztatni. Gondozás, kézművesség, az... Túl sok tanulásra alkalmas dolog, egyedül a szellemi munka az, ami talán van. Úgyhogy hölgyeim és uraim, én úgy döntök. Én úgy döntök. Hogy a bútorzatnál egy fek helyet lerakunk ide, a tyúkok alá. És megmondjuk Dognak. Hogy mentsük meg ezt a kuruzslót. És ezeket pedig majd építsük fel, amennyiben van rá lehetőségünk. Ugye kíváncsi vagyok, hogy kit kapunk majd így a közeljövőben. Ki lesz az, aki beáll hozzánk? Ki lesz az, aki a jégbe fagyottakat erősíteni fogja? Mondanom, hogy elég hideg van odakint, haver. Oké, megeteti és beszélget vele. És azt követően... Meg kellene gyógyítanunk a srácot, mert 6 óra múlva meghal. Ellátjuk, de beállítjuk nála... Vendég, igen. Kurozsa már képes járni. Oké, de itt el fog vérezni. Három tizenegy csökkent. Oké. Hé. Ja, ápolja saját magát! Okay. Érte, de van egy mocsokság van. És nem megeri, hogy ápolja, mert magához tért, és saját magát próbálja meg ápolni. Jól értem? Okay, most így elfeküdt. Megmentjük őt. Ezt még megvár. Hé. Lásd el. Gyorsan. És nem hiszem el fele, hogy beküsse saját magát, aztán megüntessem. Hát jó, Rimworld. Megmentünk. Igen. És most pedig ellátunk. Jó? Ellátunk, haver. Ellátunk. Na! Mennyivel egyszerűbb, nem? Mennyivel egyszerűbb, hogy nem neked kell itt toporzékolni talpig véresen. Na, szívesen, 79%. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, nem sikerült kiderítenünk, hogy a következő tojások még lesznek, de odalent hozzászólásba leírhatjátok, hogy nektek a következő 2 tojás valójában mit rejt, szerintetek mi van benne. Én nagyon remélem, hogy a történelem nem ismétli meg önmagát, és lesz valami változatosság az eddigiekhez képest, illetve azt, hogy ki fog csatlakozni hozzánk, Omega, vagy Varen, vagy szerintetek kettejük közül melyik lenne a jobb. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Uno voltam, és mint mindig találkozunk legközelebb. Szevasztok!